Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, ismét 20 érdekességet hoztam nektek, mégpedig a Gyűrűk ura a két torony című filmről. A videó apropója pedig az, hogy a film rendezői bővített változata szinkronizáltan megjelenik december 5-én a Pro gondozásában. A második rész költségvetése hivatalosan 95 millió dollár volt. Itt már inkább arról beszéltek a producerek, hogy mennyibe került az egész trilógia, és ezt osztották három részre. Minden esetre egy biztos a befektetett pénz megtérült, ugyanis a filmvilág világszerte több mint 900 millió dollár termelt. A filmben van egy jelenet, amikor Aragorn elrúg egy sisakot, majd utána felüvölt. Na most ennél a jelenetnél valódi reakciót láthatunk, ugyanis Viggo Mortensennek annyira jól sikerült eltalálni a sisakot, hogy eltörte a lábúját. A filmben láthatjuk, hogy az orkok vére fekete. Pont ezért az orkokat játszó statiszták száj belsejét is feketévé kellett tenni, nem látszódhatott, hogy rózsaszín. Végül ezt úgy érték el, hogy kevertek egy folyadékot, és a statisztáknak minden reggel ezzel kellett fogat Az ostrom előtt az orkok hangosan adják az emberek tudtára, hogy megérkeztek. Ezt a hangot egy kriketmeccsen rögzítették, ahol maga a rendező Peter Jackson vezényelt 25 ezer szurkolót. A filmben van egy jelenet, amikor Gollam nyers halat eszik. Természetesen az őt alakító Andy Serkisnek nem kellett így tennie, valójában egy hal alakú nyalókát fogyaszt el. Andy Serkis ahhoz, hogy tudja Gollam hangját produkálni, egy úgynevezett Gollam juice t fogyasztott. Az ital alapjai mész, citrom, illetve gyömbér. A színész minden egyes alkalom előtt, amikor kellett használnia a hangot, akkor ezzel gargalizált. Magát az ostromot négy hónapig rögzítették, ráadásul a legtöbb felvételt éjszaka kellett elkészíteni. Ennek is köszönhető, hogy stábtagok közül sokan nyilatkoztak úgy, hogy a trilógia legnehezebb része volt az ostrom felvétele. Ezeknél a jeleneteknél maximum egyszerre száz statisztát öltöztettek be orknak. A többi orkot számítógéppel hozták létre a száz statiszta megsokszorozásával. Ennek is köszönhetően a filmben több mint 800 speciális effekt van. Apró érdekesség, hogy a rohírok elméletileg férfiak. Na most a filmben nők alakították őket, a páncélok alatt hölgyek voltak. Az első forgatókönyv változat szerint Arwen odaért volna az ostromhoz és részt vett volna a csatában. Később azonban ezeket a részeket kihúzták a forgatókönyvből, és le forgatták őket. Annál a jelenetnél, amikor szarumán megmutatja a több tízezer orkot Grimának, akkor láthatjuk, hogy kicsordul a könnye. Ez nem szerepelt eredetileg a forgatókönyvben, hanem a színész improvizációja volt. Van a filmben egy jelenet, amikor Faramir megpiszkálja egy karddal Frodo nyakában a gyűrűt. A színész annyira tartott tőle, hogy megvágja el vúdot, hogy végül is nem vállalta a jelenet felvételét. Végül a rendező megkérte azt a trénert, aki a színészeket kardvívásra oktatta, hogy végezze el ő a jelenetet. Így a film végső változatában ennél a résznél a kardot nem a Faramir talakító színész tartja, hanem a tréner van a filmben egy jelenet, amikor úgy tűnik, mint hogy a Gandalf szeme szikrázna. Ezt nem akarták CGI-jal megoldani, ezért azt találták ki, hogy a kamerára, ami vette a színészt, karácsonyfa izzókat szereltek. Tulajdonképpen az izzók fénye tükröződik vissza a színész szemében. Sumbin az első rész forgatása után hazautazott, úgy tudta, hogy nem fog szerepelni a második fejezetben. Később azonban Peter Jackson felhívta a telefonon, hogy szeretne vele néhány flashback jelenetet rögzíteni. Visszautazott a színész, rögzítették ezeket a jeleneteket, de a film mozis változatából végül kimaradtak. Azonban a rendezői változatban láthatjuk őket. Peter Jackson ragaszkodott ahhoz, hogy a filmben szerepeljen a holtak mocsara jelenet. Végül hosszabb keresés után sem találtak megfelelő helyszínt, ezért 11 ezer homokzsák segítségével csináltak egy saját mocsarat, és ott rögzítették a jeleneteket. A film egyik előzetesében látszik egy jelenet, ahol Liv Tyler orkokkal küzd egy szikla mellett. Végül azonban ez a rész sem a film mozi változatában, sem pedig a rendező változatban nem szerepel valószínűleg ez annak köszönhető, hogy az eredeti forgatókönyv szerint Árven odaért volna az ostromhoz, és Aragort is ő mentette volna meg. Ellenben a producerek úgy nyilatkoztak, hogy ezeket a jeleneteket végül is nem forgatták le. Valószínűleg a megoldás az lehet, hogy néhány kiegészítő jelenetet felvettek, majd utána az egész történetszállat kihúzták. EOE szerepét felajánlották Uma Törmennek, ráadásul együtt játszhatott volna akkori férjével, Ethan hawke akinek felajánlották Faramir szerepét. Végül mindketten visszautasították a lehetőséget. Hát ennyi érdekességet sikerült összeszedni a két toronyról, remélem tetszett, ha tetszett kérlek nyomj egy lájkot. Like ha pedig a film felkeltette érdeklődésedet, akkor meg tudod vásárolni a provideo.hu-n. A videó alatt a leírásban találhatsz egy közvetlen linket a webshophoz. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!